És a mai adásban itt vagyunk a Győri Audi területén, ahol 5 millió négyzetméteren dolgozik több mint 13 000 ember, és itt van egyébként a világ legnagyobb motorgyára is egyúttal, és megnézzük ezt is, meg a motorfejlesztő üzemet is, vagyis motorfejlesztő központot, ami azért nagyon-nagyon érdekes, mert az elektromos motorokat is itt fejlesztik, egyebek között magyar mérnökök. És ami miatt még izgalmas ez a nap, az az, hogy Robi megpróbál felszállni a drónnal, hogy fentről is megmutassa ezt a hihetetlen helyszínt, de egy ilyen katonai zóna közepén vagyunk, és mi van nekik, légelhárításuk? Nem, hát ugye itt van a győri légvédelmi ezred, tehát hogy ők, ha valakinek, akkor nekik van eszközük és joguk arra, hogy A győri Audi története egyébként úgy indult, hogy megvásárolták a Rába vagon és gépgyár 100 000 négyzetméteres, használatba sosem került üzemét, és ott kezdték el gyártani a motorokat, nyilván miután egy csomó átalakítást eszközöltek 1994-ben, és emellé 1998-ban megérkezett egyébként az autógyártás is, méghozzá az Audi TT-vel, és mostanra már eljutottunk odáig, hogy nem csak, hogy itt van a világ legnagyobb motorgyára, hanem évente, legalábbis az előző évben közel 2 millió motort gyártottak, és közel 100 000 gépjárművet ezen a hatalmas területen, ahol jól láthatóan a bejárattal szemben van a motorfejlesztés, mellette meg van a motorgyártásnak az irgalmatlanul nagy épülete, utána jön a szerszámkészítő üzem, és azután pedig jön az autógyártó üzem, ami hát körülbelül akkora így ránézésre, mint a motorgyártó üzem. Nyilvánvalóan kevesebb autógördül kéne, mint a hány motor, de egy motor sokkal kisebb, mint egy autó, amiben van motor. Itt van mellettünk Győrnek a városa, ami ilyen 130 000-es, hogy mennyien laknak Győrben? 120-130 000-en laknak, és itt van mellette ez az üzem, amiben nem laknak ilyen nagyon-nagyon sokan, de hogy ennek a villamos energiafogyasztása az kétszer akkora, mint a mellette található városnak. Éppen ezért mindenféle ilyen energiatakarékos izét is bevetettek, megpróbáljuk ezeket is meglesni. Szóval 2 millió motort csináltak 2018-ban, ami egy ilyen... 2018-ban? Van, igen, összesen már 35 millió fölött járnak, de hogy csak 2018-ban 2 milliót. De ami még ennél a számnál is érdekesebb, hogy én kigyűjtöttem, hogy külön-külön miből mennyit, és a 3- és 4 hengeres motorokból 1,5 milliót. 300 000 6-os benzines készült, és 175 000 6-os dízel, V6-os dízel, és utána jönnek a 8- és 10 hengeres benzines motorok, amik ilyen hatalmas lemaradásban 16 000-es darabszámmal szerepeltek. És ezek a számok azért érdekes kontextusba helyezik azt is, hogy a V8-asok gyártásával miért állnak le az autógyártók, hiszen láthatóan, amikor 2 millió motorból ilyen 10-valahány ezer a V8-as, meg a V10-es, akkor lehet azt mondani, hogy ezeknek azért nincs olyan borzasztó nagy piacuk, de azt is tegyük hozzá, hogy egyre inkább vezetik ki őket. Szóval a V8-as, ez a 4 literes itt alattunk, ez igazából az Audi SQ7-esben található meg. Ez a csodálatos V10-es, meg az R8-as Audiban, és a Lamborghini Huracánban. És valahol itt kell lennie a legszebb hangú motornak is, ami az 5 hengeres, csodálatos darab, ebből készült 10 000. És erről az 5 hengeres motorról még annyit érdemes tudni, hogy ez 2500 köbcentis, viszont a teljesítménye az akkora, mint egy 8 literes 8000 köbcentis Dodge Viper motornak, és hogy ezt többször az év motorjának választották, és hogy eredetileg még 1976-ban fejlesztették ki, akkor jelent meg egy Audi 100-asban. Hát azóta már inkább sportautókba rakják, konkrétan az Audi TT RS-be. A R5-ös motor az ugye többször lett az év motorja. Igen. Hogy ebben akkor ezek szerint nektek is van szerepetek, nem? Igen, korábban csak szériatámogatás volt Győrben, de most már a teljes új fejlesztés nálunk van. De akkor ez hogyan van, hogy betolnak ide egy R5-ös, hogy nektek srácok jövőre is év motorjának kell lenni, valamit találtok ki? Hát, hogy megkaptuk gyakorlatilag egyik hónapról a másikra, hogy akkor mostantól ti kezelitek. És akkor mit csináltok vele? Tehát, hogy vakarjátok a fejeteket, körbejárjátok, és hoppá, senkinek sem jutott eszébe, vagy milyennek a menete? Meghatározzák a jövőbeni követelményeket, hogy ennek az autónak, vagy ennek a motornak ilyen erősnek kell lenni, és meg kell felelni ezeknek a környezetvédelmi normáknak. Csináljatok valamit, srácok, hozzátok össze. Van rá 5 évetek. Mert hogy ilyen nagyságrendben gondolkozunk, tehát 5 év mondjuk egy új motornak a fejlesztése? 5-6. A más csapat csak 5 hengeres motoron dolgozik, mi viszont itt a szimuláción foglalkozunk benzinmotorokkal, dízelmotorokkal, elektromos motorokkal, mindennel. És mi támogatjuk az ő munkájukat. És a szimuláció az mit akar? Hát mi vagyunk egy kicsit a motorfejlesztésnek a sámánjai. Szóval csak mi nem csontokból jóslunk, vagy csillagállásból, hanem processzorkapacitásból. Elég nagy hardware kapacitásunk áll rendelkezésre itt lokálisan is, de az igazi nagy ágyú az kint Ingolstadtban egy szuperszámítógép. És akkor van ilyen, hogy az ingolstadti szuperszámítógépet stoppoljátok 3 hónapra? Volt már rá példa. with no bother. Then along came you. És mi az, amiből még szintén 10 000 készül, de talán is nincsen. Itt van, vagyis, hogy szerintem csak a legkeveset. Nem. Egy olyan motorról beszélünk, amiből most még nagyon-nagyon keveset készítettek, de ez nyilvánvalóan fel fog szaladni ez a szám. Az elektromos motor. Szóval ez egy e-tronnak az elektromos motorja? Így van, ez egy hátsó hajtás. Ugye az e-tronban köztudott, hogy 2 motor van, egy elől, egy hátul, ez egy hátsó tengely. 125 kW-os motor, akkor ez egy 5%-os tartományba kell, hogy legyen. És eredetileg benzin meg dízel motoron voltál, csak aztán... Nem, én 26 éves vagyok. De te nem is találkoztál vele. Nem. Te már az a generáció, hogy aki így van. Nem is érti, hogy mit csinálnak a szomszédban, igaz? Én csak ezzel kezdtem. Hogy hívjátok a benzineseket egymás között? Belső égésű. Nagyon frappás, tehát akkor nincsenek ilyen szitok szavak, hogy... Nem, másra szoktuk egymást csesztetni. Na. Fordulatszámok. Tehát... Ja, hogy hol vagytok ti a 18 000-re? Hát ugye nekünk a 6000-es fordulatszám az egy ilyen középtartomány. Mi hol vagytok a csúcson? Hát 13500. Aha. És akkor kutyázzátok a 8000-es benzineseket? Hát, hogy szoktuk egymást szivatni. Például most csak egy összehasonlítás. Én amikor idejöttem, akkor 4-en voltunk a részlegem. Most, ez 2016-ban volt, 17-ben, bocsánat, és most 36-an vagyunk. Ez meg itt egy kis robot. Megmunkált hengerfejeket cipelget össze-vissza, és állítólag nem fog elütni, meg fog állni. Kiderül, hogy megmunkált hengerfejnek néze, vagy életben hagy. Itt dolgozok azok néha, amikor senki sem figyeli őket, mesnek neki az ilyeneknek kalapáccsal. Elveszi a munkát. Otthon elbírnám viselni. És mit csinálnál vele otthon? Vinne hozna. Fejeket cipelgetnél vele? Vinne hozna. Ez gyakorlatilag az én napi munkahelyem, illetve a tímemnek a munkahelye. Megérkeznek a különféle motorok, akiket rendszeresen megkínzunk, illetve távoznak utána, miután vagy túlélték, vagy nem ezeket a teszteket. Hogy néz ki, bocsánat, hogy ilyen kézműves módszerekkel kaptak mondjuk egy alapmotort, és akkor elkezdtek rajta mókolni, meg... Gyakorlatilag igen. Nagyon sokszor rendelünk a gyártásból motort, teljesen széria motor, egy olyan felépítési fokozatban, ahol még nincs rajta a külső szíjhajtás, nincs rajta kipufogó, semmi, és utána mi ezt felépítjük olyan szintre, mint az autóban, és gyakorlatilag úgy teszteljük őket, mintha járműben lennének. Nürburgringen utazunk, vagy csak az autópályán, ezeket mind oda szimuláljuk köré, és közben megnézzük, hogy bírja a motor, és hogy viselkedik. A kipufogót, ha itt közelebbről megnézed, tele vagyunk hőmérőhelyekkel, nyomásmérőhelyekkel, turbófordulatszámmérőhellyel. Ezek mind nincsenek az autóban. De a mérés az, ami ez más egy szériamotorhoz képest, nem az, hogy egy spéci turbót raktatok rá. Ezen éppen nincs. De van olyan, amin van. Igen. És a motorgyárban nincs ilyen, hogy kértek egy motort, és azt mondják, hogy na jó, most legyen elég, ez a 20., amit nincs. Kértek a héten? Nincs. Végtelen pénzből könnyű jó motort csinálni, az igazi mérnöki tudás, hogyha korlátozott kapacitásból elég kemény szabályok között kell csinálnod egy motort, ahhoz kell tényleg az, hogy beletedd a szívedet, lelkedet, hogy úgy összejöjjön. És már egy csomó ember dolgozik itt a gyárban, nyilvánvalóan van egy csomó robot is, és ezeket úgy hívják, hogy 6 tengelyes robotok, amiből az első 1950-ben készült el, mára azonban már 1500 dolgozik csak ebben a gyárban. Ez ilyen nagyon díszkeverés volt, nem? Hogy elmondom és kilépek a képből. Igen, de hál' Istennek tök komoly volt az. Tényleg nem? Akkor az viszont rá jellemző. Szóval hozzuk, amit kell. Amit itt látunk, szóval, hogy megnézzük, hogy hogyan is készül egy motor, de nem akármelyik motor, hanem ez a 2-es TFSI, amit Global Engine-nek is hívnak, azért, mert egész egyszerűen az egész világot elárasztották ezekkel a motorokkal. Összesen 700 000 készül belőle csak Győrben, de ezen kívül még 7 különböző üzemben, Kínában, meg a világ rengeteg részén készítik ezt a motort, aminek a teljesítménye az irtózatosan meg van skálázva 170-től 335 lóerőig. Ez azt jelenti, hogy ezt a 2000-es blokkot, ezt 40 különböző autótípusba építik bele, szóval a Skodától elkezdve az Audinát, gyakorlatilag minden, ami a Volkswagennél van, az megkaphatja ezt, kivéve a Bentley, meg a Lamborghini. Mennyi számot elmondtam jól? Eszméletlen, igen. Szóval, hogy az a lényeg, hogy most már nem feltétlenül arról van szó, hogy minden egyes autóhoz terveznek egy külön motort, hanem ezt úgy lehet hatékonyan csinálni, hogy fogják ezt az egy darab motorblokkot, öntvényt, aztán addig reszelgetik, ameddig a teljesítményt azt nagyon szépen képesek felskálázni, attól függően, hogy egy olcsó vagy egy ilyen presztízs autóba kerül végül bele, de mindegyiknek az útja az így indul. Ezzel a motorral, illetve azzal a motorcsaláddal foglalkozunk, amihez ez a motor tartozik, szokás Global Engine-nek is hívni. Ezek a motorok gyakorlatilag az évek során úgy működnek, mint egy élő szerv gyakorlatilag, mert újra meg újra megújulnak a sejtek, újra meg újra megújulnak benne az alkatrészek. Mi itt ilyen úgynevezett típusvezetők, típuskoordinátorok vagyunk, tehát mi összefogjuk a kínai, a mexikai és a győri fejlesztés munkáját ezen motorcsalád esetében. Ez a motor, amikor elindult, akkor a legerősebb változata 140 kW-os volt. Most 245 kW környéken van a legerősebb változat. Úgy, hogy a motor főméretei nem változtak meg. Ezt a teljesítmény növekedést úgy tudtuk, hogy mondjam, megbízhatóvá, elviselhetővé tenni, hogy az egyes alkatrészeket kellett erősítenünk, de technológia oldalról, nem puszta méretváltoztatással. A megoldandó problémák azok legtöbbször házon belül már felbukkannak, el se jut a vevőhöz, ugye ez nekünk nagyon fontos, mert ez az igazi minőség, hogy nem az esetleges probléma, megoldandó ügy, az nem a vevőnél keletkezik. És a motorblokk így egyben érkezik ide Németországból, itt kezdik el aztán, hogy is mondjam, specializálni attól függően, hogy hova fog kerülni, mert hogy bár 40 autótípusból rakják bele, de 120 féle verzió készül ebből az egy darab blokkból, és itt a legelején abban a kis fehér műanyag izébe beleütik, hogy mondjuk ebből egy Skoda Octavia lesz, mit tudom én hány lóerős, és akkor onnantól kezdve minden egyes munka folyamatnál, amikor odaérkezik az emberek, ezt tudják, hogy ezzel mit kell csinálni, mit kell belefúrni, mit nem kell belefúrni, hogy hát azért na. Egy motorgyárról azért azt is érdemes tudni, hogy nem minden készül itt, szóval összesen, amit az Audi saját magának gyárt, az a motorblokk, a hengerfej, a főtengely, a vezérműtengely és a hajtókar, és az összes többi alkatrészt az külső beszállítóktól veszik meg, olyan cégektől, amik specializálódtak mondjuk a turbóra, vagy valamilyen elektronikai izére. Itt összerakják mindezt. Először egyébként úgy indul, hogy a motorblokkot azt szétszerelik, köpik is ki a csavarokat, mert ez megérkezett Németországból, de az, hogy a főtengelyt be lehessen rakni a motorblokkba, ahhoz először szét kell kapni. Megszereztem egy ilyen spécimobilt, ennek az az értelme, hogyha valaki itt főnök, vagy vezető, vagy ilyesmi, akkor egy ilyen appon le tudja követni, hogy éppen hol tart a gyártás, és ahhoz nem is feltétlenül kell bejönnie, mert ez távolról is működik. És itt tök jól meg lehet nézni, hogy tegnapra elő volt irányozva 2036 motornak a gyártás, és 2109 készült, szóval 73-mal több, mint kellett volna. Nem csak ezt lehet megnézni, hanem annak a LED-falnak a mutatóját is, ami ott van fent. Akkor a dolgozók azt gondolják, hogy nincs itt a főnök, nem tudja, hogy lógunk egy kicsit, de hát tudja, mert hogy otthon meg tudja nézni az appon, hogy hogy állnak. Látszik is, hogy nézd csak, hogy ilyen külső gyártóknak a cuccai kerülnek rá nyilvánvalóan a motorra. Nézd, valamit leszettem róla. Szóval te foglalkozol a... V6 dízel, V8 dízel és R4 dízel. Hát úgymond, én csak a motor lelkének és szívének nevezem, az úgynevezett forgattyús hajtóművel. Ez mind? Tehát, hogy te igen, ezzel foglalkozol? Ezzel minden, illetve a csapágyokkal. Itt éppen egy csapágykáros motor található. És ez nagyjából nektek ez a feladatotok, hogy addig hajtsátok, ameddig baja nem lesz, tehát így határa hajszoljátok a motort? A mi feladatunk az kísérleti mérnökökként, hogy amit a konstruktőrök megterveznek, azt kipróbáljuk. Én mindig azt szoktam mondani, hogy nekünk az a feladatunk, hogy tönkre tudjuk-e azt tenni, amit ők megterveznek az asztalon. És ez milyen gyakran sikerül? Hát... most melyik választ szeretnél? Sikeres vagy sikertelen tesztet követően szétszedjük a motort, és így megvizsgáljuk, adott esetben mi analizáltatjuk itt gyáron belül, vagy esetleg a beszállítóval magával. Feladatunk is megoldani a problémát, mint fejlesztők, javaslatokat tenni, illetve az adott változást lekoordinálni. Történik ezen a ponton? Tulajdonképpen az AGV tengelyt szereljük előbb. Mit? Ott be AGV tengelyt. Mit? Akkor időnként nektek más kell csinálni? Tehát, hogy áthelyezik az embereket, hogy ne 20 éven keresztül ugyanazt a mozdulatot csinálja? Konkrétan megvannak a tímek, és megvan, hogy hol milyen alkatrészeket szerelnek egy tím. Általában ilyen 9-10 munkahelyre sorolódik, és akkor ezek között váltakozik az emberek. Leadod a rendelésre, kéne még dugattyú, vagy micsoda? Így van, és ezzel is úgy állok ki, hogy kiérkezett a területre, ma megrendeled a lapszám és megjött. Így van. És így rendelgetsz folyamatosan össze-vissza, mint egy jó IBS vagy? Hát azért annyira nem. Például a dugattyúkör az 1 órás, tehát az 1 óránként rendelem, az egyéb fogyó alkatrészeket pedig ilyen fél óránként. Jó, de ez azt jelenti, hogy ha hirtelen veszed észre, hogy elfogyott a dugattyú, akkor nagy baj van. Tehát, hogy azt előre kell készülni, hogy meg kell jönnie, mert idő a megyek ide kiérkezik, igaz? Szóval ez itt két hajtókar, és hogyha az ember jobban megnézi, akkor azt gondolja, hogy van köztük egy jelentős különbség, még pedig azt, hogy ez így el van törve. Ez meg ugye jól láthatóan nincsen eltörve, de hogy ez nem igaz, mert ez is el van törve. Csak annyira pontosan illeszkedik a két törés egymáshoz, hogy gyakorlatilag az teljesen résmentes. És ez azért fontos, hogy amikor bekerül a főtengely csapágy, akkor ez egy ilyen nagyon-nagyon pontosan illeszkedjen ebbe a részbe. Ezt a töréssel sokkal jobban lehet megoldani, mint hogyha elfűrészelnék, mert a törés egyszerűen pontosabban illeszkedik össze a két eltörött rész. És ez biztosítja, hogy a motornak hosszú ilyen az élettartalma, de ami ebben az igazán varázslatos, hogy szóval egyszerűen látjuk, közelről nézzük, ez olyan, mint egy ilyen jó, hogy is hívják azt a bűvészt. Szóval egy David Copperfield trükköt is nézhetsz közelről, és nem érted, hogy hogy működik. És hogy itt is az van, hogy nézzük közelről, de nem látjuk a törést egészen addig, ameddig ezeket a csavarokat ki nem csavarják belőle, és akkor egyszerűen elengedi magát a szerkezet, és láthatóvá válik. Az átjön kamera, látszik, hogy nincs ott semmi. Látszik a semmi. Zárj be minket! Na mi van? Hát figyelj, bejöttünk egy ilyen, érzed? Nem. Nem érzed? De fújja valamilyen hideget a hátamra a szél. Nem arra gondolok, hanem ez egy ilyen akusztikai szoba, vagy micsoda? Itt alapvetően, ha jól sejtem, egyébként az folyik, hogy tesztelik, gondolom, a motorokat, mármint hogy milyen az zajuk. Alapvetően a feladat az vagy komplett motorok zajának, vagy jelenségeknek az analízise. Itt a kabinon belül tulajdonképpen magát a motort tudjuk vizsgálni, úgyhogy minden olyan kisegítő rendszer, ami ahhoz kapcsolódik, hogy mi itt a motort tudjuk üzemeltetni, az a másik helyiségben, vagy a pincében, vagy a padláson van. Aha, tehát ez körbe van véve ez a szó mindenféle berendezéssel, ami ellátja benzinen, elszívja a gázt. Így van, tapasztalunk valami olyan jelenséget, ami szerintünk zavaró, vagy éppen amely a vevőinknek később nem lesz megfelelő, akkor itt tudunk arra kísérleteket csinálni, hogy ezt hogy tudjuk eltüntetni. Gondolom, itt fordulatszámtól elkezdve mindent tudtok állítani. Igen, hogy nem csak magát az akusztikát figyeljük, hanem a motornak egész nagyon sok jellemzőjét is, a hőfokon, az olajnyomáson keresztül, gyakorlatilag teljesítményt, nyomatékot, fordulatszámot. Meddig tudok tekerni? 4000-ig mondjuk fel lehet húzni? Itt ez Csernobilban is, nem? Igen, tekert. Azt még biztosan bírja a rendszer. Megkegyelmeztél neki. Így van. Az elején volt az a kis fehér műanyag, ami aztán végigkíséri a motornak a teljes gyártási folyamatát, és abból itt is ki tudják olvasni, hogy mi készül, de nem csak a srácok és lányok készülnek arra, hogy mit kell gyártani, hanem ez az elektronikus csavarozó kulcs, hogy valami ilyesmi a neve. Pontosan tudja, hogy milyen motor érkezett, és teljesen más nyomatékkal dolgozik attól függően, hogy mi lesz a végterv. És ez a sor itt mögöttem meg azért érdekes, mert ez egy ilyen ember-robot hibrid. 3 munkafolyamat zajlik, és ezt a 3 munkafolyamatot korábban 3 ember végezte. Az egyik őjük csavarozott, a másik őjük beszerelt egy alkatrészt, a harmadik pedig porszívózott, de rájöttek, hogy ez a csavarozás ez egy borzasztó monoton munka, és itt gyakorlatilag mindenki megőrül, hogy 12 darab csavart hibátlanul berakjon a motorblokkba, és alapvetően a porszívózás sem rakétatudomány, szóval azt a munkafolyamatot is egy robottal helyettesítették, de az emberre továbbra is szükség van, mert hogy a középső fázis az egy ilyen nagyon-nagyon finom mozgást igényel, meg érzékelés, hogy az alkatrész, az a pici alkatrész, ami bekerül, az a megfelelő helyen van-e, és megfelelőképpen pattan ez. Szóval hiába használnak már lassan 70 éve robotokat az autógyártásban, meg mindenfelé, egész egyszerűen az emberi munka az még nem kihagyható, mert annyival finomabb és precízebb sok esetben, mint egy robot, hogy meg kell őrizni. Ami ilyen kis füléres gép, meg lehet vásárolni valami startupból, vagy mi a fenéből indult, és mindenre jó. Egy kis nyomtatott áramkör, nem? Lemaradtál róla, olcsó számítógépet bármit lehet csinálni belőle, és ez is az vezérli. Szóval az az érdekes, hogy ez egy $25-os cucc, és mégis alkalmas arra, hogy egy robotot vezéreljen, ami így, ha minden igaz, megáll, hogyha valami eléugrik, és hogyha eljövök, akkor megy tovább, és ebben az a legérdekesebb, hogy ezt a helyi dolgozók találták ki. Szóval így összeültek szabad idejükbe, és rájöttek arra, hogy nem kell ide milliós mérnöki csoda, hanem ők összerakják egy $25-os nyomtatott áramkörből, és kaptak is jutalmat, szóval azt a pénzt, amit az Audi megsporolt, annak egy részét átadták a dolgozókra. közben gondolkozni, szóval az ember így el tud merülni abba, hogy mit tudom én, mit fogok csinálni nyáron, vagy oda kell koncentrálni teljesen, és nem is marad szabad kapacitás. Lehet? Lehet azért. A két motor között? Ó, de lógatnám a lábam a tengerbe, vagy milyen ilyenkor az embernek? Hogy de jó könyvet hát olvasson, nyilván, vagy? Akinek családja van, ugye otthon is járnak a gondolatok. Ó. Gyerekként. Az van, hogy egyébként ezeket a motorokat többre nem indítják be, úgy normál körülmények között. Ez mit jelent? Fekete kesztyűben piros ide belé? Szóval az, hogy normál körülmények között ezek a motorok egyszer indulnak be úgy igazán, amikor bekerülnek az autóba, és készen van már az egész jármű. 100-ból egyet kell nagyjából beindítani, azt is csak akkor, amikor a rendszer esetleg azt jelzi, hogy menet közben nem ment minden hibátlanul, viszont van ez a hideg járatás, ami itt történik mögöttem, ezt mindegyik motorral megcsinálják, amikor egy elektromos motor mozgatja az alkatrészeket, tehát nem robbantják be, nincsen benne benzin, semmi ilyesmi, mondjuk dízel se, de azért azt megnézik, hogy minden rendben van-e. Ilyen, amikor elkészült, ugye innen indultunk, ettől a blokktól, ez a fekete, ez megismerhető, ezt szerelték szét a legelején, és akkor ráraktak mindenféle bizgentyűt, meg izét, meg hogy is hívják ott, meg műszt, és akkor a vége az, hogy 2 liter Global Engine mehet mit tudom én mibe, és meghajthatja. Voltatok ilyen gyárlátogatáson, vagy min voltatok? És milyen volt? Tök jó. De hogy valaki így egybe odaugrott volna a gépek mellé összeszerelni valamit, vagy tényleg? Igen. Tényleg, vagy mi volt benne a tök jó? Másban beálltam volna dolgozni. De van valaki, aki itt akar dolgozni közületek? Vagy csak vinni az autókat? Én. Te? Igen? De mi és micsodát? Hát azt a... autót összeszerelni a szereldével. Aha, szóval, hogy az autó összeszerelés és nem a motor, igaz? Igen. Ti is jönnétek? Vagy mit csináljátok? Nektek mit tetszett benne? Akármikor. Motor összeszerelés. Motor, autó. Akkor meg is vagytok gyakorlatilag, szóval egy kész autót már össze tudtak rakni. Na hát figyeljetek, nagyjából ennyit akartunk elmondani a vietnámi háborúról. Kaptunk ajándékot. És én 2-t kaptam, tudod miért? Mert hogy 2 gyerekem van. Igen. Audi TT Roadster. Igen. És mi van még benne? Audi TT Roadster, ez azért nagyon-nagyon színű. Szürke. Azért jó fej dolog, jó, mert így legalább nem fognak összeverekedni rajta. Tényleg? Köszönjük, hogy velünk voltatok. Jó. Reméljük élveztétek az adást. Te azt nem adják oda? Nekünk. Mert a gyerekek már megvannak, de mi van velünk? Ja, hogy mindig csak a gyerekek, mi? Majd találkozunk. Sziasztok!